Maradunk a soros elnökségnél, de a továbbiakról már Zöldhegyi Katalint kérdezem, kollégánkat, aki ott van Brüsszelben. Szervusz Katalin, ilyenkor hogy zajlik az átadás, átvétel, mi a menete a folyamatnak? Szervusz Marian, jó estét kívánok! Most Brüsszelben van az átadás, átvétel azért, mert Belgium adja át a soros elnökséget Magyarországnak. Ez formálisan is megtörtént délután, amikor Orbán Viktornak Alexander De Croo belga miniszterelnök átadta a soros elnökséget. A magyar miniszterelnök ezután a leköszönő Európai Tanács leköszönő elnökével, Charles Michellel találkozott. Aztán itt a Liszt intézetben volt egy program, Tamás megnyitó beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta azt, hogy a magyar képviselők harcoljanak a magyar és az európai értékekért, és általában a magyarokat összefogásra szólította fel. Párhuzamosan van egy megnyitó rendezvény, egy Bozár nevű rendezvényközpontban, koncertekkel, táncelőadással, és ott is Solyok Tamás beszédet mond. Holnap pedig a belgiumi magyar nagykövet Kovács Tamás Iván bemutatja a magyar házat, ahol nagyon sok rendezvényt fognak tartani itt Brüsszelben, illetve délután az uniós negyedben lesz egy magyar fesztivál, ahol többek között magyar kutyafajtákat, magyar táncokat mutatnak be, Rubik kocka bemutató lesz, és ki lehet mindezt próbálni. Számos esemény lesz egyébként, miniszteri szintű tanácskozás itt Brüsszelben és odahaza Magyarországon is, amelyet a soros elnökként a magyar miniszterek fognak levezetni, és a napirendbe is beleszólásuk lesz, koordinálják a háttértárgyalásokat. Két nagy eseményre szeretném felhívni a figyelmet. November 8-án Budapesten lesz egy informális uniós csúcs, tehát Budapestre érkezik mind a 27 tagállam állam és kormányfője, valamint az uniós vezetők, Ursula von der Leyen, vagy akkor már António Costa az Európai Tanács elnöke, illetve tervben van egy Európai Unió Nyugat-Balkán csúcs is, ahol a Nyugat-Balkán csatlakozásának felgyorsítása lesz majd napi renden. Látszik, hogy sűrű fél év elé nézünk. Magyarország számára fontos ez a következő időszak, de hogy általában véve miért különleges ez az elnökség mások szempontjából, az nagy kérdés lehet. Igen, ugye előbb is hallottuk az intézményi átmenet, ez alatt a magyar féléves soros elnökség alatt történik meg, tehát megalakulnak az új európai parlamentben az új frakciók, megválasztják az Európai Bizottság elnökét, az új biztosokat, új portfóliók élén fognak állni, és tulajdonképpen az egész Európai Unió egy 5 éves ciklusban pont a magyar elnökség alatt fog újraindulni. Egyébként a magyar elnökség itt kevésbé téma már, inkább a jobboldali erők átrendeződésével foglalkoznak most Brüsszelben, azzal, hogy vasárnap Orbán Viktor kezdeményezésével egy magyar-osztrák-cseh patrióta szövetség, patrióta Európáért szövetség alakult, és nagyon figyelik a hírek, hogy mi történik, hogy a portugál csega az elég párt ma csatlakozott hozzá is. Kérdés az, hogy a hét végéig, ugye július 4-éig kell formálisan lezajlani az új parlamenti frakciók alakulásáig, hogy a Salvini féle Liga párt csatlakozik-e, a Kaczynski féle Lengyel Jog és Igazságosság párt 20 európai parlamenti képviselője, illetve a Le Pen féle Nemzeti Tömörülés 30 képviselője. Úgyhogy az biztos, hogy ha egy ilyen formáció alakulna, akkor a harmadik legnagyobb erő lenne az Európai Parlamentben, megelőzve a Giorgia Meloni vezette olasz konzervatívok és reformerek frakcióját. És beszédes az is, hogy a múlt héten meg kellett volna alakulnia már az európai konzervatívoknak, de ezen a héten lesz az alakulóülésük. Ez azért fontos, mert akkor derül ki, hogy kik lépnek be a frakcióba, és kik nem. Július 3-a pedig az Identitás és Demokrácia frakció megalakulásának ideje.
de már vannak arról hírek, hogy ezt július 8-ára jövő hétre áttennék, kérvényeztéke, és ez arra utalhat egyébként, hogy nyitottság mutatkozik az irányukban belépni a Patrióta Európáért Szövetségbe. Zöldhegyi Katalinnak köszönjük szépen az információkat, és maradunk Brüsszelben, hiszen ahogy Katalin is említette, egész Európa arra figyel, hogy a Patrióták Európában szövetséggel mi lesz, mennyire tud bővülni, és milyen ereje lesz a következő időszakban. Bugnyár Zoltán kollégám ugyancsak Brüsszelben van. Mi a nemzetközi fogadtatása a most megalakult szövetségnek? Mit ír a sajtó például? Szervusz Marian, üdvözlöm a nézőket, jó estét kívánok. Hát ugye ma este leginkább itt Belgiumban a belga-francia meccsre figyeltek az emberek és a sajtó is, illetve hát ugye ezzel párhuzamosan zajlott egy másik meccs is, ugye Franciaországban a választások, és ahogy ez már sokszor elhangzott az elmúlt percekben, órákban, a francia jobboldal előre törésével járt ez, és mindig, amikor ilyen történt, akkor idegesen reagálnak Brüsszelben, hogyha a jobb oldal jó eredményt ér el, illetve hogyha mozgolódás van a jobb oldalon, ez igaz a tegnapi bejelentésre is, ugye, ami nem volt váratlan nagyon, hiszen a sajtó már hetek óta találgatja, hogy Orbán Viktor mit fog lépni, és hova fog beülni a Fidesz, lesz-e egy új frakció a jobb oldalon, és hát ahogy ezt most be is jelentették, hogy alakulóban van ez a frakció, ugye ehhez 7 tagállamból kell pártnak belépnie, úgy egyre inkább próbálják ezt elbagatelizálni és lenézni, vagy hát kinézni a parlamentből, illetve a brüsszeli politikából. A La Libre belga lap azt írja például, hogy a Patrióták Európáért az Európai Parlamentben szétszabdalt nacionalista és Európa ellenes erők paradoxonainak és megosztottságának tükröződése. Azt is hozzáteszik, hogy nem véletlen az időzítés, hát nyilván most volt a választás, de másfelől meg most kezdődik a Soros elnökség, a magyar elnökséget most vette át ugye Orbán Viktor, és ezzel meg akarja mutatni Orbán Viktor, hogy továbbra is kihívást jelent Európának, hát ez akár dicséret is lehet Orbán Viktor tekintélyének. A Politico azt mondja, azt írja, hogy a mai hír, hogy a portugálsága is csatlakozik a patriótákhoz, az egy isteni ajándék a csoport számára. A Euronews pedig arról ír, hogy a Szabadságpárt és a Séga kilépésével elveszíti frakció jellegét az identitás és demokrácia, mert hogy nem lesz 7 tagállam, és kérdés, hogy hogyan lép erre a most ugye nagy választási győzelme, illetve hát az első fordulót megnyerő Le Pen féle nemzeti tömörülésete, Le Pen politikája hogyan fog alakulni. És még két, talán ha van időm, két német ajkú hír, ugye a ZDF bécsi tudósítója is lekezelően ír Orbán Viktor, azt írja, hogy Orbán Viktor presztízst vesztett, hiszen elvesztett 2 mandátumot az Európai Parlamentben, ráadásul ő az egyetlen hatalmon lévő a 3 aláíró közül, és Babis egyenesen gazembernek nevezik, és valójában ez az egész szövetség létrejötte a jobboldal gyengeségét tükrözi. Másik pedig a Die Welt külpolitikai szakértője, ő sem volt elragadtatva a vasárnapi bejelentéstől, azt írta, hogy az osztrák-magyar monarchia tért vissza, hát ezek elég nagy szavak, csak hogy a régi Habsburg birodalom Oroszországgal szemben szkeptikusabb volt, ezzel szemben a maiak azok Putyin pártiak. Bugnyár Zoltánnak köszönjük szépen.